kaszkadőrökkel szokták megcsináltatni. Hát nagy tömegjelenetek, és akkor azért voltak a kiskatonák oda kivezényelve, és volt baleset. Ó, mondjuk ez kemény. Megöltük a bulit, de nem. Tök ideges vagyok, figyelj, egy csomó pénzt keresel rajtam, nézd meg, itt vannak a filmjeim. Milyen filmjeim? Hát mondom, a valami amerikai. Várjál ki, meg engem nem érdekel. Közös barátunkat, Tere öcsit is megkérdeztem, azt mondta, hogy szerint ez béna. Jó, ez ilyen bulváros lesz, gyerekek. A földön feküdtem, hogy anyuék ne vegyék észre, és az ajtó részén át nézd. Semmit nem értem. Nem lehetett. Hogy ne lehetett? Nem, még én is tudtam. Nem, csík volt. Óbuda mozi, fapadok. A két utcát toltam. De most ebből hogy fogsz átkötni a Casablanca-t? Casablanca! Főszereplőre! Engedjétek meg, hogy bemutassam Bolhát, mindjárt innen a széléről. Mellett ül Kun Gergely, őt követi Bárány Anna. Követem. A másik oldalról pedig Szűcs Balázs, Hans Petersen. Hi. És a végére tartogattam a legfinomabb falatot, hiszen a mai adásban... A mai adásban, mivel hogy filmekről fogunk beszélgetni, ezért szeretném is megköszönni, Gábor, hogy elfogadtad a meghívást. Herendi Gábor! Én köszönöm a meghívást! Na, hát Gábor, te, mint filmrendező, egy dolgot hadd kérdezzek meg mindenek előtt, hogy tudjuk, hogy honnan közelítsük ezt az egész témakört. Tudsz nem filmrendezőként is egyébként filmről beszélni, vagy mindenféleképpen szakmai? Én csak úgy tudok beszélni. Ezt mindenki megkérdezi, hogy én úgy nézem a filmeket, ha jó a film, akkor teljesen el tudok merülni benne, és egyáltalán nem szakmai szemmel nézem. Akkor szoktam elkezdeni vizslatni szakmai szemmel, amikor nem köt le. Aha. De van olyan, hogy mondjuk bizonyos filmrendezőknek a filmeit nézed, és valakinek mondjuk azt mondod, hogy ne haragudj, hogy sem bármit csinálsz, nem értek el? Tehát, vagy te is szeretnél? Nem. Az elég mindenevő vagyok, meg érdekel is. Még nagyon érdekel, hogy a magyar szortiment, tehát, hogy milyen filmek készülnek, abban próbálok napra kész lenni. Aha. De olyan tényleg ilyen mindenevő vagyok, tehát hogy én bírom a nagy amerikai blockbustereket is, sok kliséjükkel együtt, és szeretem a művészfilmeket is, úgyhogy nem, nincs nagyon specifikálva, hogy miket nézek. Egyébként képzeljétek el, hogy volt egy korábbi adásunk, ahol ugye a nagy változásokról, meg a nagy átalakulásokról beszéltünk, és Gábor, te nem filmesként indultál. Tehát, hogy te neked az eredeti szakmád... Hú, ez ilyen bulváros lesz, gyerek? Azért csak mint érdekesség. Bányás. Nem, jó, de ezen gyorsan esünk. Jó, persze, benne van a Wikipédiádban. Fogorvosként végeztem, dolgoztam, mint egyetemi tanársegéd a klinikán, 6 évig rendeltem, fúrtam a fogakat, és valóban utána váltottam. De mindig is filmrendező szerettem volna lenni. Úgyhogy ez ilyen gyerekkori álom volt. Hú, ebbe belebonyolódok, az a baj, nem tudom röviden mondani. Nézzen, csak arra akartam rámutatni, hogy nyilván téged a filmezés, a szenvedély húzott bele téged. Én tényleg az akit a mozdony füstje megcsapott, én gyerekként családi jó barátunk volt Fábri Zoltán, és akkor az ő forgatásaira volt lehetőségem kimenni. Tehát én ott végig asszisztáltam a Pál utcai fiúktól kezdve az 5. Pecsétig minden. Nem, csak így nézegettem, és hát én elbűvölt. Nektek megvan egyébként te? Herendi Gábor meg? Nem, ezek a régi klasszikusok. De egyébként ezek persze, hogy meg. Hát jó, hogy meg. Igyekeztem. Ja. Geri, nálad neked ezek a régi nagyfilmek megvannak? Van, ami igen, van, ami nincsen. Tehát én is filmben ilyen nagyon széles spektrumom fogyasztok filmet, és talán ez az a művészeti ág, ami a legjobban leköt, de utána úgy képes vagyok, tehát akkor így hatással van rám, aztán képes vagyok úgy túlmenni rajta. Tehát nem vagyok az, aki 17-szer megnézi ugyanazt, és akkor kívülről idézek belőle, vagy bármi. Ne mondd már, hogy ne, a nyúlon túl, ne mondd, hogy ez. De Bola, te említetted a Casablancát. Hát, szerintem az volt az első ilyen nagy, nem? Talán ami képileg is olyan volt. Nekem a 101 kiskutya. 101 kiskutya? Hát az gyerekkori élmény volt, és az... Ja? Ne,
mondjátok már, fogadhajtós római... Ben Hur, később majd beszélünk róla, bocsánat. Nem az volt az első ilyen monumentális film? Nekem nincs, mert én a reszkesetek betöröknél csodálkozom. Hát te most mondtál 22. De azt gondolom, nem csak attól jó egy film, hogy monumentális, nem? Tehát, és nem gondolom, hogy minden embernek az első nagy film az a film. Tehát nem. Függ az életkortól, ki, hol, mikor. Kiállításra mondom, érted, Balázs, hogy akkor az amerikai filmipar úgy megmutatta, hogy puff, akkor itt tudunk ilyet. Na jó, de hát mondjuk elkészült az Egri csillagok például igen. Magyarországon, igen. Ami akkor ez egy monumentális... Igen, szerintem az még ma is különben igen. Egész elképesztő kiállítású, tehát még szerintem ma se kell szégyenkezni, persze látszik rajta, hogy az nem jó néhány évvel ezelőtt készült, de elképesztő, mi van ott fölvonultatva, tehát azért az ritka. És azért az... Kis katonák voltak a statiszták, bevonult. Ja. Hogyha katonák is mentek. Volt még ilyen legendás valami, hogy nem tudom, karóra valaki rajta maradt, meg ilyen. Volt ott haláleset is. Igen? Forgatáson. Hát ott le kellett zuhanni ott a katonáknak, és hát azért ennyi statiszta nem volt, vagy ennyi kaszkadőr nem volt, mert ugye ezeket kaszkadőrökkel szokták megcsináltatni. Hát nagy tömeg jelenetek, és akkor azért voltak a kis katonák oda kivezényelve, és volt baleset. Ó, mondjuk ez... Kemény. Megöltük a bulit, de nem. Bocsánat. Még annak idején nekünk 59-ben lett tévénk, nem is tudom, hogy, mert nem csóró család voltunk, de tudom, hogy nagyanyám háza eladásra került a lett belőle egy tévé. Egy tiszta tévé, három ilyen tárcsa elől, na náhogy fekete fején. Ott ültetek a nappaliba, és közben a mama meg a hídon. A mama persze, meg kint volt az udvaron, volt egy csufni. És a lényeg az, hogy egy olyan kultusza volt a történetnek, hogy Frankon, ha valami olyan ment a tévében, a szomszédoknak megvolt a speckó helyük a saját székükkel. Tehát hozták át a kis hokedli, kis sámli, ki mekkora korú volt, és meg hogy nem látok tőled, mindent néztünk. Olyan szinten, hogy képzeljétek el, most azt mondom nektek, hogy Abich Sáda. Még egyszer? Abich Sáda. Ez az adáshiba visszafelé. Adáshiba, olvast, meg Tenüzs. Szünet is volt. És néztük. De miért? Tükörből nézted a tévét? Annyi ideig volt adásiba, hogy már odáig eljött. És arra emlékeztek, hogy fekete-fehér tévé volt, de valaki kitalálta, hogy úgy lehet színessé tenni, hogy egy ilyen színes fóliát tettek a tévé elé. Piros. Képzeld el, de átmenetes volt, igen, és attól nem tudom, hogy attól miért lett színes, de hát csak... Nem, mert volt egy etetés is, tudod, hogy rontja a szemet, tudod, hogy megvakulsz majd, és rá lesz, mint a Stevie Wonder, hogy ez majd megvédő. Igen. De egyébként abban belegondoltatok, hogy ugye ez a műsor elvileg ugye hétfőn szokott kijönni. Adásszünet napján, hát nagyon, nagyon csúnyát buknánk egyébként, erre nem volt lehetőség. Hú, én gyűlöltem. Nem tudom, de én gyűlöltem, szóval nekem olyan üres volt emiatt a hétfő, én nagyon szerettem tévézni. Jeleg? Igen, már amennyit az anyámék engedtek, de úgy emlékszem, hogy ilyen vákumba éreztem magam hétfőn emiatt, hogy nincs. Utána jött a kedd, az erős sorozatnak, mert kedden voltak este mindig a különböző Izaura, család, meg ez a vonal. Izaura, akkor ezek szerint az mi minden ilyen. De még akkor nem éltéri ki lehet. Dallas péntekenként. Azt nekem azért van jogos. A kedd volt mindig az erős sorozat nap eleinte. Aztán igen, utána már jött a másnap is. Hát ti fiatalok vagytok, mert Dallas-oztok ilyeneket mondta. Én például addigra már annyira eljutottam oda, hogy tehát a Dallasból nem láttam egy nulla rész sem. Most is nézem. Hát de bravo, gratulálok. De ugye, nincs értelme az életednek gyakorlatilag, ha Dallas nem láttad. Ez az egyik leghosszabb, nem? Tehát, hogy... Teleregény, az hát, teleregény. Az is már a igen, televíziózásnak igen. Egy, hogy hívják? Sajnos egy... én a Bolhával vagyok így egy platformon, mert nekem is Belfegor. Yes. Négy rész, megmondom, ajtó, ugye a szobánk, két szoba egymás mellett, kettős ajtó, anyám még nem engedték sasolni a Belfegort. Ugyanúgy, hogy résen át. Ugyanaz. Gábor, Frankon. A földön feküdtem, hogy anyuék ne vegyék észre, és az ajtó részen át néztem. Ugyanez. Nagyon ijesztegetős. És majd résztem, mint az atom, de nézzük. Egymás, mert is lökik félre egymást. Pontosan, tehát hogy Dallas meg szomszédok, ez a nagyon fiatalság, hát tényleg, hogy jövök, Belfegor, meg
hosszú forró nyár, meg nem tudom, mik hosszú forró. Onédin család, hát az Onédin család, Forsyth saga, hát az én is javaslom. Ja, igen. És volt egy sorozat, amit én viszont végignéztem, most kicsit komolyabbra megyek, a tavasz 17 pillanata megvan. Az egy rendben lévő második világháborús sorozat volt. És a négy páncélos meg a kutya. Ja, az lengyel volt. Mondjuk a magyar vonalon azért egy Bors. Azt nagyon szeretem. Egy óra múlva itt vagyok. Nagyon jó. Kántor, az volt a sorozat? Vagy a Kántor is. De az ilyen mini sorozat volt, az aztán talán 4 vagy 6 rész, az nem volt túl sok. Kántor? Kántor nyomoz, nem? Tenkes kapitánya. Tenkes kapitánya. A tenkes kapitánya például az tök érdekes, imádtam, tényleg. Én is. És azért most visszanéztem, most valamikor ismételték a jó pár évvel ezelőtt, hogy hihetetlen kezdetleges volt. Tehát voltak benne ilyen, idézőjelben mondom, akciójelenetek, ahogy vívnak meg, ahogy verekednek. Hát de tényleg nagyon vicces a mai szemmel, de akkor meg egyszer rajongtunk. Jó, és a Pirks kapitány, az a... Ő volt a kávéscsészére? Kávéscsészére, meg a gyümölcsre szelő volt. Orion űrhajó. Érdekes. Oh, yeah. Az technikák. Hans Klossz meg Tamara Jagello. Igen. Na, várjatok egy kicsit. Most egy házot kihagytam. Semmit nem értem. Nem, én hallottam mindenről az utóbbi 30 év alatt, de mire Magyarországra jöttem, már volt színes tévé a volt feleségemnek a lakásában. Egy furcsaság volt benne, hogy... Ő akkor a Família Kft-t is. Igen. Ja, az is. Hogy nem, mutatta, mert egyszer akartunk mozizni otthon, volt már VHS, tehát a videokazetta, és tök büszke volt. VHS a többieknek az apja, hogy ó, megvan egy Terminátor. Úgyhogy berakta a Terminátor VHS kazetta, és elkezdődött a film, és kezd beszélni a mit tudom én ki, valószínűleg a Schwarzenegger, de nem az ő hangja hallottam tisztán, hanem volt alámondás. Csak inkább fölémondás, mert beszélt folyamatosan, nagyon-nagyon... csupa érzelem, igen. Igen, egy hangon. Ó, Joe, köszi, hogy megmentetted az életemet. Ez végig lesz így, hogy nem is hallja, mert büszke voltak, hogy ez fogsz hallani az angolt is, meg mi a magyart, és hát hallani nem lehetett az angolt, úgyhogy nézhetetlen volt. Tök érdekes, csak akartam mondani, bocs, hogy mielőtt odébb megyünk, hogy én Győrben nőttem föl, és egész közel a határhoz lehetett fogni a két osztrák adót. Aha. Hát nekünk egyrészt a hétfői adásszünet az se volt adásszünet, mert az osztrákot lehetett nézni. Csak másrészt meg az volt a... Tessék? Csak gondolom németül néztétek akkor. Hát mi a mi kedvünkért nem fordítottak. Csak gondoltam, hát ha alámondás... Milyen jó észrevétel. És a... Ma ott van. És akkor az volt, hogy tulajdonképpen én már akkor láttam azt, megelőlegezve, hogy micsoda lemaradásban volt ez az egész, ahogyan mondtad. 5-6 éves Gábor, gyerekként már értékelted a... Hát nem, hát ugye láttad ezeket a képi világokat, hogy mit látsz, még fekete-fehér tévén is átjött, tehát már mentek akkor. De azért ott mégsem volt Kudlik Júli. Tessék? Azért mégsem volt Kudlik Júli. Hát, ja, Tomi bácsi. Ja, most erről de annak a megfelelője megvolt, tehát megvoltak az osztrák tévén is azok az emberek, akiket 30 éven át láttál, és mindent ő csinált, és tehát tök jó, hogy ezt mondtad, hogy megvolt. Mert én például Ernyei Béla. Emlékszem a nagyszüleimre, hogy ők kimondott, hogy rá voltak állva, hogy a műsorvezetőkre, tehát nem tudom, nagymama a Kudlik Julit szerette, a nagypapa a Másy Esztert, és akkor, tehát ők azért nagyon nagy sztárok voltak. Ikonok voltak, így van. Az jutott eszembe, hogy kérdezted ilyen nagyon okosan, hogy németül néztétek, hogy ilyen magyarul nézték, különben csak német nyelvű volt, hogy abba gondoljátok bele, hogy az milyen tré lehetett az NDK-soknak, hogy ők látták a nyugat-német adást, tehát tudták nézni, és közben meg abban a világban éltek, ami... Hát valószínűleg ugyanez a dolog. Hát nem, mert az, gondolj bele, hogy ott végül is értették, és totálra értették. Hogy az tré. Amúgy meg... Gábor is emlékszik, tudod, volt Csekettő, meg a Ruszki tévét is lehetett, a Ruszki adást is lehetett fogni, hát nyilván a hazánkban állomásozó barátaink miatt, hogy
Most is lehet fogni az oroszlán? Ja, most mindent lehet, már hát ez más. És arra emlékeztek, hogy voltak olyan filmek, amik azért Magyarországon belettek tiltva, vagy nem hozták forgalomba, és a Cápa az ilyen volt, és ja. Mindenki rá volt duralma, és én emlékszem, hogy az egyik barátommal elstoppoltunk Lengyelországig, mert a lengyeleknél lehetett látni, nem. És egy kis moziba, csak ezért, és egy kis moziba meg tudtuk nézni a Cápát, iszonyú nagy élmény volt különben, lengyelül. Akartam szintén, akkor a parton üvöltenek, a lengyelek, igen, tehát hogy a lengyelek nem szinkronizálnak, ők tényleg fölé mondják az eredetet, tehát halkan hallod az eredeti angolt, és fölé mondják. És az volt, ilyen betiltott filmeket Magyarországon is megcsináltak, de hogy emlékszem, hogy Tomot, az még talán egyetem alatt néztünk, valamilyen horror filmet, és az is így fölé volt mondva, de valaki olvasta valószínűleg a szöveget, mert ilyenek, hogy vigyázz, jön, júj, vigyázz. Na, ja, meg, pont ilyen volt. Belé fogja állítani a kést, igen. Tehát, hogy ilyen teljes érzelem nélkül. Érdekes, például a horror filmeknél, tehát nagyon szeretem, például volt ez a Fűrész sorozat, ez ugye már nyilván sokkal később, de hogy én félek, én nem bírom az ilyen filmeket, de leveszem a hangot, és akkor tudom nézni, akkor tök jó, akkor szórakoztat. De hogy mindjárt, ha ráteszik a hangot, akkor már megjön az a félelem. Igen. De tök, én is járok majd a koncertre füldugóval, mert csak a mozgását szeretem. Hát én meg nem, én meg szeretem a zenét. De édes vagy, hát ez milyen félélmény, hogy egy filmet úgy nézel, hogy hang nélkül. Így. Ez jó? Így. Horrorfilm nem csak fél, így. Legalább nem fél. Pornófilm? Ja, becs. Igen, hát az nem kell hang. Ennyire. De és a filmek elején a híradó? Azt írja. Tényleg volt híradó. Hát most meg reklám van, most olyan nagy változás nincs. A híradó egyébként jó volt, én azt bírtam. Reklámot sokkal jobban utálod, tehát nem? Igen. Híradóból ott azért valami történt, meg hát... Nem, Gábor, te pesti gyerek vagy, gyári? Igen. Vagy? Hát akkor te emlékszel a híradó mozira is. Persze. A körút meg a Dohány utca sarkán. Csak kis filmeket, igen, meg a híradót tolták, folyamatosan, megállás nélkül. Az volt a történet, hogy bementél, vettél egy zsugát, ami per, nem tudom, egy órára szólt, egy órányi, és akkor a néni meg járkált a kis elemlámpájával, lapos elem, járkált a... És akkor hopp, már lejárt, húzzon ki. Amúgy a csövingerek jártak oda melegedni, mondjuk a kommunista rendszerben nem volt csöves. Én arra emlékszem, hogy az nagyon sokszor volt, hogy a Corvin mozihoz mentünk, ott nyomták a legjobb filmeket, és hogy nem lehetett jegyet kapni, és üzérektől lehetett venni, és akkor elővették, és volt náluk 100 jegy. Yeah. És nagyon volt, azt hiszem, hogy ilyen 15 forint volt egy jegy, és 40-ért adták. Nagyon durva volt. És átvertek, de várjál. És volt, hogy kamu volt a jegy, vagy igen, nagyon szar. Meg az volt a körúton, a Vörös Csillagban, az volt, hogy a zsője, az nem tudom, 12 forint volt, fönn a kakasülőn, az meg 6 ruppó. És ott is volt már 6. sor, meg 5. minden, és a simlis módon eladta neked, minthogyha te odaülhetnél az első 6. sorba, közben nem ott fönn. Nem is láttad a filmet. Ja, őrült világ volt ilyen szempontból, mert bejött egy film, és akkor hetekig játszották a mozik, és akkor premier mozik voltak, meg mire kikerült a külvárosba, addigra már nem tudom, ezren. Na jó, de akkor valahogy sokkal nagyobb igény volt erre a moziba járásra. Tehát én például imádtam gyerekkoromban mozit. Sőt, így egy üzérsztorira most eszembe jutott, amikor apukám elvitt a Csillagok háborújára, és Corvin szintén, és nem volt jegy. És szerintem még kicsi volt, még a csirdogáltam is szerintem, és akkor mondta apukám, hogy majd megoldjuk. És akkor keresett egy megfelelő jegyüzér bácsit, ugye megszerezte a jegyet, és hát boldog arccal mentem be nézni, és akkor a flash volt, hogy apu csak megoldotta, hiába nincs egy apu, elintézte, hogy van. És ez egyébként ma már számomra például követhetetlen ez az előtte, utána közberész, meg ezek a különböző leágazások. Én szerettem annak idején, de még ezt a klasszikus. De tudod miért? Mert a rendezők mind ilyenek, hogy össze-vissza forgatnak. nyilván egy óriási üzlet. Egy, kettő, három. Annak ezek a még egy rész, tehát mikor már a harmadik része jelenik meg, és ugyanazt a történetet képesek meg. De hál' Istennek erős van ellenpélda, ugye? Erős van ellenpélda, ha értitek. Figyelj, a üzlet... A filmbe az csak Amerikából jövő filmnél van üzlet. Tehát az az egyetlen mozi, amelyik üzleti alapon működik, és visszahozza az árát. És ott megdöbbennétek, hogyha látnátok az amerikai filmek
filmeknek a 90%-a vagy remake, mert azokat sokszor nem tudjátok, hogy remake. Ja, ja. Aha. Tehát igen. Volt egy eredeti, vagy sorozat, tehát ilyen sequel, hogy és ez egyértelműen azért, mert biztosra akarnak menni, és de Magyarországon nem tud egy filmüzlet lenni, tehát hogy ez, az egy anyagi cső, tehát hogyha igen. Valaki filmet akar csinálni, azt a magyar állam finanszírozza pályázatok útján, de a bevétel meg se közelíti sajnos a gyártási költséget. De az igény, tehát hogy mondjuk én a valami Amerikából csináltam második meg harmadik részt, az azért, mert tényleg olyan mennyiségű levelet kaptam, hogy de szeretnék, hogy legyen. Igen. Iszonyú jó volt csinálni, a színészek is boldogok voltak, tehát hogy a motiváció nem annyira anyagi, mint inkább más. Aha. Most így említetted a színészeket, a színészek miatt is bemegyünk a moziba? Igen. Nálam ez egy fokmérő, hogy ki játszik a filmben. Főleg a színész miatt mész be szerintem. Nem szerintem nem, bocsánat. Nem. Amerikai filmnél igen, tehát szerintem ez a sztár... Ami magyar találmány. A Gábor Zsazsára gond? Őt mondják, hogy ő volt az első, aki celeb volt. Nem, a Fox, ugye a Fox... Studio. Fox Studio, nem tudom milyen Fox, egy miskolci ember, aki emigrált Amerikába és megalapította ezt a Fox Studiót. Általában az ő találmánya volt, hogy ugye ne a rendezőt, hanem a színészt hájkolják, és akkor ő kitalálta azt, hogy akkor ők a sztárok. Nem tudom, nekem ez csak érzés, semmiféle dokumentációm erről nincs, de hogy valahogy Magyarországon is szerintem a Bruce Willis meg a Julia Roberts a sztár, szerintem, hogy magyar színészre bemenni moziba, én ezt nem annyira érzem. Nagy Ervinre bármikor bemegyek. Rossz igekötőt használtál szerintem. Hívónév. Tehát van, jó. Stolpe. Hát akkor visszavonultam. Na. Nem, hát ez kell egy ilyen rajongás is különben. Én abszolút, tehát hogy én nagyon-nagyon várom azokat. És persze van benne egy csomó csalódás is. Tehát mondod, Gábor, bocsánat, tudom, hogy a kérdezést nem az én feladatom, hogy a magyar film az anyagilag soha nem lehet sikeres. Ez azért nem lehet szerinted, mert a magyar film a magyar nézőnek szól, és annyira magyar a történetvezetés, hogy ezt mondjuk egy nemzetközi forgalmazásban értelmezhetetlen lenne a nézők számára? Hát én szívesen kibontom ezt. Azért szerintem el tudom mondani. Kicsit bonyolult, jó, nagyon röviden, hogy közönségfilmet nem lehet eladni igazából külföldre. Tévéknek el lehet adni, de azért babokat fizetnek. Tehát, hogy nagyon-nagyon nincs bevétel egy közönség. Ami külföldre tud menni, az a művészfilm. A művészfilm is művészmozi hálózatokba, ami minden országba csúrancseppen alapon működik, tehát hogy egyszerűen nem tudja behozni a gyártási költségét. Nyílt adatokat mondok, a Kincsem című film, arról tudok mindent, annak a költsége 2,9 milliárd forint volt a gyártási költsége. Minden idők legnagyobb bevételét generálta, és azt hiszem 800 millió forintot hozott vissza, aminek persze a 60-70%-a már eleve a mozinál maradt, tehát a gyártási csapat vagy a producerek visszakapni a huszadát kapják elképesztő. Vissza gyakorlatilag, tehát hogy nem tud. Az a különbség, hogy egy magyar film elindul 40 moziba, egy amerikai film meg elindul 40 ezerbe. Uh-huh. És egyszerűen az, hogy látjátok, hogy most pont a Top Gun az első hétvégén visszahozza a teljes bekerülési költséget, ezt csak egy amerikai film tudja megcsinálni. És akkor a motiváció az alkotás? Tehát, hogy akkor te, mint rendező, tehát, hogy akarsz valamit csinálni, és azért forgatsz? Tehát nyilván nem az anyagi miatt. Hát meg is kell élni valamiből, tehát hogy azért van olyan vetülete is, de igen, hát persze, csodálatos dolog filmet csinálni, nem csak ilyen banálisan tudom kifejezni, de az maga a heroin. Filmet forgatni, én nagyon-nagyon szeretek. De a kép tetszik neked egyébként? Tehát, hogy a kép alkotás, vagy a sztori? Hát vagy az is történetvezet, elmesélni egy történetet, és érzelmeket gerjeszteni, és hatni nekem, az csodálat. Én azért szeretek vígjátékot is csinálni, azért azt merem mondani, mert most nagyon élveztem a Toxikomát, ami azért nagyon különbözik az eddigi filmémtől, hogy én ilyen inkognitóba beültem a moziba, és iszonyúan élveztem, hogy nevetnek az emberek, és hogy működik, hat, és azt gondolom, hogy azért jó egy film, hogyha hatással van az emberek érzelmeire,
hagyára, kicsit utána gondolnak, szóval ezek nagyon jó dolgok. Azt te szoktál a kamera túloldalán állni? Sokszor, igen. Sokszor. Te miért, neked mi az, ami téged vonz ebben a történetben, a moziban? Nézni, vagy szerepelni? Hát szerepelni, mert hogy aztán majd a nézésre. Hát, szerepelni az nekem igazi, de ez munka. Uh-huh. Legalább mint tévé, vagy film szerepeket vállalni. Nem azért, mert ez az egy-két napra, amire én megyek a kamera elé állni, az nem egy nagy duranás, de... És nézni? Nézni az tiszt, tehát én mindent nézek, és mindent szeretek. És mondjuk például mondjuk a Gábornak a film, mondjuk a Valami Amerika, ami nyilván az is egy vígjáték, tehát egy... Szegény, ne égezz már, le lehet, nem látom. Van a magyar... Kötelező volt neki most megnézni tudod az adás előtt. De nem azt, hanem, hogy a magyar humorvilágnak van egy különleges íze. Hogy értetted? Tehát minden csattan. Ha épp magyarul van a angolul film. Nézted meg? Hát van olyan magyar film, ami szinkronban néztem a DVD-ről jó régen, mert most már nem is kell szinkron nézni, hanem megértem minden. Sőt, szerintem az volt a titkom, hogy ennyire jól tudtam magyarul tanulni, hogy néztem amerikai végsorozatokat magyarul, szinkronizálva. Aha. Tehát ott volt az egész amerikai világ, de magyarul beszéltek. Aha. És azt munka után volt feleségemmel, sokat néztünk, és akkor beszéltünk róla, és így tudtam egy kicsit jobban megtanulni a magyar nyelvet, ahhoz képest, hogy nem volt magyar. Igen, emlékszem, nekem is ajánlottad, hogy nézzem a Jó Barátok sorozatot angolul. Ja. Jól. Bolha, te cigiztél moziba? Nem. Akkor szerintem már nem lehetett. Hogy ne lehetett? Nem. Még én is cigiztem. Nem, csík volt. Óbudamozi, Fapadok. Két utcát toltam minden ruszki film előtt, hogy élvezem, mikor Csapájev félkarra látuszt a nyívát, de nem emlékszem rá, hogy a moziban cigarettát. Nem tudom, hogy mindegyikbe lehetett, de arra konkrétan emlékszem, tehát ilyen nyolcadikos körüliek lehettünk, és akkor már titokba belogtunk oda cigizgetni, meg ilyeneket csinálhatunk. Jó, a házi buli filmeket mikor láttam. Amennyi, hát csak a utolsó sorokba vettük a jegyet, amikor csajokkal voltunk, na, hogy jó, hogy persze annyi nyálcsere volt, mint a döknek. Akkor egy randiba ez volt így az alapszitu, nem? Gyere el velem mozikba. Hát de az olyan már rápértél. Persze. És aztán utána kitárgyalni a srácokkal, hogy ment a tappen. Hogy a Gábornak az arcát, ahogy nézem, az jut eszembe, hogy azon gondolkodik, hogy ő volt-e ilyen helyzetben, vagy azon, hogy az ő filmjei alatt ezt csinálja. Nem, de hogy volt-e, azt most én is csak hallottam messze. Ez még az én előttem volt, hogy volt csengetős mozi pont emiatt, hogy a film... Nem hallottatok róla? De tényleg, hogy mert nagyon tudták, hogy a hátsó sorokban ott... megy mindenféle egyéb erotikus dolog, és hogy a film vége előtt csengettek, hogy szétváljanak a párok. Halálkom, hogy ezt kell. Korrekt, becsületes. Végülis megvoltad, hogy mennyi idő. Igen. Mennyi idő van rá. Jó, én bevallom egyébként nálam a popcorn, meg a nagy üdítő azért az úgy hozzájár. Tehát, az nekem kiveri a biztosékot. Az nálam kiveri a biztosékot. Nem, az kell. Ja, amikor mögötted ropogtatnak? Meg előttem. Én frankon, én egyszer már úgy gondolkodtam rajta, hogy én simán oda megyek a hatja, ételhordommal, pörkölt, szalonna, kenyér, az hagyma, azt a tolom én is. Nem, annyira, én nekem, tudjátok miért? Megmondom miért, és most egy kicsit a rendező urat kicsit körbe, hogy udvarolom. Pontosan azért, mert én úgy gondolom, hogy megbecsülöm a munkáját. Hát de most azzal, hogy eszel popcorn a film. Az a mozikultusz része. Nem, az nem. Az a mozikultusz része, nem, de? Nem, nehogy. Mert ez csak bejött szintén onnan, amerikai. Nem, ha most mondtad a kakasos nyalókát az idején. Oké, de az ott volt a büfé, és a büfében, és nem az volt, hogy ott akkor a megbecsülöm. Előtte meg a perec volt. Jó, de várjál, de nem. De azért, valami mindig volt a büfében. Igen, de ezeket nem vittük be a nézőtére, az ispert meg a perec. Nehogyne. Francia trazsét is.
miatt. Óbudán biztos be. Na, de Gábor, a legtöbb film nem is menne moziba. Nem, sértő, hogyha szotyiznak a izé. Nem, ebben nem fogunk tudni szerintem dülőre jutni, mert tényleg ilyen 50, szerintem 50-50 százalék, szóval aki nagyon szereti, és azt gondolom, hogy ez az, hogy hozzátartozik. Te ha elmész moziba, te akkor nem én, vásárolsz. De, én is szoktam. Engem nem zavar. Tehát én a mozinézésben sem zavar, de mint rendező, ezt kérdezted. Nem zavar különösebben. Én azt gondolom, hogy attól lehet figyelni. Ez egy ilyen automatikus dolog, hogy belenyúlnak, és közben nézik a vászont, szóval nem. Yeah. Nem, engem nem zavar, de azt elhiszem, hogy nagyon zavarja a másikat, van pláne ez a nachos. Azt nagyon zavar. És nem is a nachos, hanem a mellette lévő jalapeño, az a baj. Olyan bűnös. Ecseg, ropó. De te szotyizni se szotyiztál? Nem. De szotyizni viszont meccsre jársz, tehát az annyira nem mozis nekem. Meccsen szotyizol? Igen. Na látom. Tehát, hogy a játékosok... Ha zavarja őket. Miért nem? Jaj, drágáim. Nem jár játékosoknak tisztelet? De jó, csak tudod, nekem pontosan az a gáz, ez az egészben, hogy nyilván persze más műfaj, de hogy a színház is... Az más, mert ott okay. Élő. Az élő szereplő a különbség igen. Szerintem alapvetően, igen, ezt jól mondja az Anna. Ezt is adom, de csak hogy valamelyet... A színházban? Hát ott szotyizok. Cigizek. De nem, hogy például én, mondom, nem vagyok nagy filmnéző, de például, hogyha otthon leülünk és nézünk egy filmet bármilyen, bárhol, bármilyen fórumon keresztül, én egyszerűen csak úgy vagyok hajlandó megnézni, hogyha leülünk és egyben megnézzük. Én nem vagyok, nem vagyok hajlandó, hogy akkor majd most fölállunk, hozok be egy kis teját, hozok be egy... Erre való a reklámszünet. De hát én nekem ez nem élmény, az úgy nem mozik. Ez a reklámot is guvat szemekkel végignézed meg? De nem, hát nekem tévém azért mondom, sincs, hogy... mondtam, 20 éve nincs tévém, tehát hál' Istennek reklám. De ez nagyon érdekes, hívtad fel a figyelmet, hogy a színházba el nem tudod képzelni, hogy lehet. Tehát, hogy igen. Ott mégiscsak van valahogy az élő szereplőnek hát annyi respektje, nem. Hogy ott nem kezdek igen. El habzsolni ilyeneket. A mozinál nincs ott a rendező, azért... Azért ne felejtsük el, hogy ez egy mostani moziban a Dolby Surround rendszernek köszönhetően olyan hanghatások, hogy a normális esetben hallod, hogy mit beszél. Egy kérdés csak, hogy mondjuk van a zsírúj filmed, valami, és van a díszbemutató. Ott is eszik a kukoricát? Eszik. Komolyan? Komolyan. Ó, hogy nyalják ki a belem, hát ezt nem is hiszem. Bolla neki kicsapta biztos, hogy ki? Na, de figyelj, az Anna említette korábban. Még a műsor elején, mert azóta nem nagyon vagy videó. A picun. Videótékát. Tényleg, no, igen, jó. De te jártál, azt mondtad, hogy jártál videót. El is kell mondjam, hogy mit kölcsönöztem. Igen. Hát ne, hogy... Nem, hát nem, a videótéka, az nekünk nagyon késő lett videó magnunk is, tehát, hogy az így, de a videótékással jobban lenni, az egy nagyon fontos dolog volt, hogy még akkor megkapd a filmet, amikor nem nyúlik, meg nem nincsenek ilyen beletörlések. Tudod, a régi tékás a polgármester volt. Vagy az egy izgalma, meg az egy program volt, ugye, ki voltak rakva oda, hogy mik az új filmek, mik a régebbiek. Tehát, és hogy az jön-e beismerős akkor, amikor épp a pornó részt? Az külön részlegen volt, tehát nem lehetett oda menni, oda csak a felnőttebbek mehettek már. Én is jártam mindig egy videótékában, én is nagyon szerettem vinni filmeket, de gyűlöltem, hogy nem... Vagy soha... a sajátjaidat? Nem. De hogy soha nem tudtam időre visszavinni, és akkor tudod, akkor bünti volt. És akkor a videótékás rászak mondtam, hogy nem is tudom, már több volt a büntetés, mint amennyiért kikölcsönöztem a filmet, és mondtam neki, hogy tök ideges vagyok, figyelj, egy csomó pénzt keresel rajtam, nézd meg, itt vannak a filmjeim. Milyen filmjeim? Hát mondom, a Valami Amerika, a Magyar Vándor, mind itt van. Ja, azokat nem viszik. Hazudós, pedig azt is, ha nem volt, hogy sorba kellett rá állni. Most is, hogyha mondjuk meg akartok nézni egy filmet, akkor mi alapján választotok filmet? Tréler. Én ezt mondja valaki, hogy láttad már, mert marha jó. Igen? A trélerekben én néha azért tudok csalódni, tehát azt hiszed, hogy jó lesz, és akkor nagyon ügyesen van összevágva, és nyilván nem teljesen azt kapott feltétlen, de... Igen. Azért az úgy mindig elterjed a baráti körbe, hogy ezt nézd meg, mert érdemes, azt nézd meg, mert érdemes. Most nyilván, hogyha
egy komoly rendezőnek az új filmje kijön, azt ugye alapvetően elmész megnézni, mert az előző filmjeidben azt láttad, hogy ezt érdemes. Bizonyította. Nyilván vannak olyan kedvenc színészek, akinek minden filmjét meg szeretnéd nézni, mert szereted magát a színészt. Szerintem így megy. De ezek ugyanúgy lehetőséget adnak a mellé nyúlásra, mint hogy esetleg a tréler olyan jól van megcsinálva. Meg hogy az értékelés. Azt mondja, úristen, a trélerben benne volt a három poén ebből a vígjátékból, tehát a többi az... Tehát, hogy... Én a kritikákat is olvasom különben, vannak ezek az oldalak, és az alapján néztem meg pont ezt a filmet, mert miért néztem volna meg norvég, dán, nem tudom miféle film, és senki, hogy hívják, híres színész benne, és elolvastam a kritikát, és azt mondtam, ezt meg kell néznem, és nem csalódtam, teljesen rendben volt. Az a fontos, tehát, hogy igazából én a kritikát azért nem nagyon szoktam olvasni, mert hogy honnan tudom azt, hogy aki írja azt a kritikát, az pont az én számíze szerint nézi. Tehát, hogy lehet, hogy egy filmet azért nem néznék meg, mert valaki rosszat ír róla, pedig nekem tetszene. Tehát, hogy én magamra szoktam bízni, nyilván a sztárjaimat, hogy azokat nagyon figyelem, de igen, tehát, hogy így megyek a csorda. Mondj egyet. Most Dwayne Johnson. Ja. Ah. Gábor mindjárt beborul az asztalon. Az férfi vagy nő? De vár, színész? Erőemelő. Hagyjuk is. Nem, hát, és azt megfigyeltétek, hogy bizonyos filmek különböző módon hatnak attól függően, hogy milyen hangulatba ülsz be a moziba? Persze. Meg hogy rá vagy-e éppen hangolódva arra a dologra? Én nagyon, nagyon sokszor az, hogy megnézek egy filmet, iszonyan nem tetszik, és akkor úgy később megnézem, és nem értem, hogy miért nem tetszett, és biztos, hogy ebben van valami, hogy... Uti. Meg az, hogy milyen elvárással, ez egyik legnagyobb csalódásom volt különben, ez nagyon érdekes, hogy a Magyar Vándort elkészítettem, és bődületes reklámkampányt csináltunk neki. Egyszerűen azért, mert valami Amerika miatt szinte adták a lehetőséget, kaptam 1000 óriás plakátot ingyen, meg nem tudom, és tényleg a vízcsapból is mi folytunk. És olyan elvárást generáltunk a filmhez, hogy utána nagyon sok csalódott... Nem mondod. De aztán végén nagyon szerették, de a kritikusok, hát azok a sárbetik voltak. Az tipikus, az a filmed volt, amit többször kellett megnézni, mert nem minden apropóját tudta levenni elsőre. Mert én minden filmre azt mondom, hogy többször kellett. Az egy tipikus, tőled függetlenül, hogy egy olyan film, amit ha többször látsz, akkor van egy csomó olyan poén, ami először vagy nevírtál, vagy átsiklottál fölötte, de szépen azokat, ha nézegeted többször, azok tök jól megvannak. Nekem egyébként érdekes módon, amikor megnézek egy filmet, sokkal jobban jön ki, amikor nem tudok róla semmit, mint amikor megvolt a nagy hype. Ilyen tiszta lappal mész be a... Igen. És nem tudok róla semmit, nincsenek elvárásaim, és akkor meg is jön a meglepetés. De ezek azok a filmek, amikről senki nem ír? Vagy na jó, de csak hozzám nem jutott el. Riki, eleve már a címe befolyásol, és azt tudod. De még az se. Tehát most nem feltétlenül moziról beszélünk, mert lehet, hogy otthon nézek meg egy filmet, úgyhogy pont elkapom az elejét, és akkor megnézem. És ami a legdurvább, és egyébként én azt vettem észre, hogy talán ebben van is most egy kis tendencia, hogy nagyon sok olyan történetet dolgoznak föl, ami valós történet alapján készül, és én csak a film végére, amikor megy a főcím, derül ki számomra, hogy úristen, ez a sztori, ez egy megtörtént. Ez szerintem az egy plusz habatortán, nem? Igen, szerintem az mindenképpen vonzó, bár én a film elejére szoktam kijönni, hogy ez megtörténhessen. Nekem abszolút az, hogy amit elmondott Gábor, hogy hasson, hogy legyen benne valami olyan, ami érzelmeket kelt, vagy feszültséget, elgondolkodtat, bármi. Az, hogy most ez egy totál fikció, persze nem science fiction, hanem hogy egy olyan fikció, hogy kitalált a sztori, vagy a sztorihoz tettek hozzá egy élő sztorihoz elemeket, az engem abszolút nem zavar már, meg nem is befolyásol semmilyen irányba. Igen, mert azért sokszor számíthat, amikor mondjuk egy karakterbe belenyúlnak, és egy picit finomítanak rajta, tehát egy létező karaktert úgy formálnak meg, hogy egy kicsit azért kozmetikát. Ez mindenképpen, én azt gondolom, hogy csináltál ilyet? Én csináltam, ezt most azért akarok hozzászólni, mert vastagon kozmetikáztam karaktert. Mert azt gondolom, hogy van a mozinak egy olyan funkciója is, hogy szórakoztat, és egyszerűen meg kell felelni az igényeknek, és hogyha Blaskovics Ernőt a Kincsemből olyannak ábrázoltuk volna, aki egy 150 centis, nagyon csúnya ember volt. De említhetjük azért Széchenyi meg a Kossuth karaktert is, nem? Azok is ilyen érdekes
karakter. Hát szóval, hogy mindenképpen egy picit az ember szépíti, vagy olyanná formálja, hogy szeressék a nézők, vagy tetszen a nézőknek. És mondom, az egész kincsem sztori, ugye ezt meg is kaptam, hogy elrugaszkodott a valóságtól. Hát most úgy tudod, egy olyan versenyló, amelyikről mindenki tudja, hogy 54 versenyen indult, és 54-et megnyert, akkor mi az Isten mondok erről? Tehát igen, tettünk egy komoly fikciós vonalat bele, és ettől szerintem a dolog sokkal fogyaszthatóbb lett. Uh-huh. Uh-huh. De vannak olyan filmek, ami mondjuk akár akciófilmek, tényleg megtörtént bűncselekmény dolgoz föl. Most ott akkor is, hogyha tudom, az elején kiírják, hogy megtörtént ez a rablás, vagy valami, most amikor kibontják a különböző jellemeket, akkor én akkor ismerkedek meg velük, akkor is, hogyha tudtam, hogy ez megtörtént. Mert akkor van először kibontva. Hát valószínűleg nekem. Ezek kiszínezett jellemek, mert azt gondolom, hogy az. De úgy tudsz hatást kell igen, tenni, nem? Tehát, hogy fogyaszthatóvá kell tenni, egy üzenetet akarsz adni, vagy valami, igen. Tehát anélkül nem. Annácska, te azt mondtad, hogy te nagyon rajongó vagy. Én nagyon. Én vagyok tehát a rajongó. Tehát hogy Nagy Ervin, akkor bármit csinál, te ott ülsz az első sorban. Hát nem az első sor, majd mondjuk a színházban, akkor igen, de a moziban azért nyilván hátulról szeretem nézni, hogy jobban látszódjon. Nekem vannak ilyen hívó neveim, akikért én így nagyon rajongok, és akkor ővelük nagyon megbocsájtó is tudok lenni. Tehát, hogyha valami nem olyan. De ez neked hívó szó? Tehát, hogy mi azt mondod, hogy. Nagy Ervin hívó szó. A sztár, a kedvenceim, most nem sztár, de mondjuk a kedvenceim, azok hívószók, igen. És hogyha nem olyan szerepel benne, uh-huh. akit szeretek, akkor nem is szívesen nézem meg. Tehát, de hogy az ilyen... például, akit nem ismersz, tehát nem, hogy nem szereted, csak nem ismered egyszer az adott művészt. Az akkor ott nyitott vagyok, tehát azzal nincsenek ilyen előítéleteim, de nyilván most én az a moziba járó vagyok. Sok ember úgy néz tévét, vagy úgy néz mozit, vagy úgy néz moziba, hogy ha ismert színészek vannak benne. És hát igen. Nyilván azért minden színész valahol elindul, amikor még nem ismer. Jó, de foci meccset is így nézel, nem? Én foci meccset is így nézem, és tehát, hogy én nekem kell, hogy így rajongjak. De a Nagy Ervin nem focizik. Még, hát ki tudja még, nem? A Nagy Ervin az bármit csinál. Ez különben tök fura, hogy pont ez, amit már itt emlegettem, ezt a filmet, őrült hatással volt rám. A világ legrosszabb embere, ugye igen. Az a címe. A csaja főszereplő, utólag olvastam, hogy ő már abba akarta hagyni a színészkedést, vagyis hát magát a szakmát, mert... nem kapott szerepeket, nem tudom a nevét, tehát fogalmam sincs a nevéről, de aztán talán Berlinben kapott valami díjat, mert volt például benne egy olyan jelenet, hogy ment hazafelé, és körülbelül egy 3-4 percig mutatta a kamera, hogy sétál, és csak az arcát láttuk, és látszott az arcán, és legalább 8-féle gondolat játszódott le a fejében, és ezt az arcán látszott. Egyszerűen ültem a moziban, hál' Istennek, amikor 11-kor kezdődött, és nem volt sok popcornos, és azt mondtam, hogy hát tőlem akárki is lehet odaírva a neve, óriási. És az, hogy amikor kérek, hogy kassza siker, és ilyen díj, meg olyan díj, meg amolyan díj, az számít? Tehát például az Oscar az például mennyire olyan díj? Hát amit kaptam, számít. Szerintem számít, igen, szóval, hogy azért az egy hívószó, szerintem, hogy valamilyen... Szerintem. Nekem az Oscar egy kicsit más típusú hívószó, mondjuk, mint egy Cannes-i aranypálma. Igen. De erre gondoltam, hogy ugye mindig gondolom más alapján adja díjat. Hát más, ezek az A-kategóriás fesztiválok azért ez inkább a művészfilmeknek a fesztiválja, de azért az is egy hívószó, engem abszolút mindig érdekelnek ezek a fesztiválgyőztes filmek. Az Oscar az sokkal komerciálisabb. Uh-huh. Hívó szó, az általában azért nem... Na jó, csak sokszor... És egyébként ezt akár, Karlovivari, meg nem tudom, Berlin, meg Velence, ezek rendszeresen le is nézik egy kicsit az Oscart, mint esemény. Mondhatni, igen, aha. Igen. Szóval ezek nagyon más kategóriájú fesztiválok. Hát nehezen összevethető. Igen, igen. Nehezen összevethető, de... Igen, nem szeretem ezt a szétválasztást, de igen, egy kicsit ez, hogy azok európai fesztiválok... Amerika az ilyen színes szagos, nem? Igen, tehát, igen. Az nagyon-nagyon üzleti ízű. Tehát, hogy azért ott, hogy valaki eljusson egy Oscar díjig, olyan mennyiségű pénzt tesz bele a forgalmazó, és hirdeti, és ugye ott hogy választják meg, van 6000 tagja az amerikai filmakadémiának,
akik meg se nézik a filmeket, és leginkább a marketing alapján húzzák be az X-et, mert óriási plakátokon hirdetik, hogy gondold meg, tehát hogy a nevezett filmek, azok egy új életet kezdenek egy új plakáton, hogy tessék meggondolni, hogy ez a film ez megérdemli az Oscar, tehát hogy nagyon sok, nagyon üzleti jellegű az az egész. Egy európai filmfesztivál az sokkal inkább a művészetről szól, és a minőségi filmekről. És most említetted a plakátot. Nektek megvannak? Például Casablanca. Meg, persze. Otthon a szobámban ott van a plakát, frankon. Lefényképezem majd nektek, és megmutatom, elküldöm. Abszolút ott van nekem a Casablancának a plakátja. Az teljesen. És ráadásul, hát biztos azért tudjátok, hogy ezek igazából művészi értékek voltak ezek a plakátok. Van nekem egy festőművész barátom, a Ludwig Zoli, ő nagykanizsai, a kezdetek kezdetén ő ebből élt, hogy a moziplakátokat festette. Tehát nem is, még azt sem tudom mondani, hogy rajzoltam, mert ezek tényleg, hogy ezek műalkotások voltak. És nyilván a plakátok alapján is az emberek bementek a moziba. Egy filmkocka volt, mint a mai trailer, nem? Ami egy perc, másfél perc, nem, és nem, egy filmkockád nem, volt nem, arra, hogy berázsd. Nem, mert például ez, ami nekem van, tehát az a Casablanca című filmről, a plakát nem egy filmkocka, hanem maga a két szereplő. Nem úgy, akkor most elhagyom azt, hogy gyakorlatilag egy logó szereplő. Jeleneted van hát arra, igen, ja, igen, neked, mint igen. művész, vagy korai marketinges, hogy... Nem neked, mint rendező, Gábor, te bele tudsz szólni? Abba például, mondjuk egy filmednek... Én nagyon vele szólok, nem biztos, hogy mindenki, csak én nagyon át vagyok itatódva marketinggel, hiszen évekig, meg még most is reklámfilmeket csinálok, tehát úgy gondolom, hogy értek hozzá, ez nem biztos minden forgalmazó máshogy gondolja, de én nagyon szeretem a saját filmjeimnek a marketingét csinálni, tehát én nem szoktam elengedni a kezét a filmnek, amikor befejeztem, és már előre agyalok rajta, tehát általában a plakátokat is én szoktam kitalálni. Gyerekek, most, hogy mondta a Gábor, reklám, ugyan már királylány, csak az orosházi libomány krémért jöttem. Mekkora reklámok voltak? Emlékeztek? Igen. Tehát, hogy, és mennyivel másabb volt, mint ami... Tehát, hogy gondolom, ebben is biztos vannak brendek, nem? Hogy mikor éppen milyen reklámfilmeket, mit érdemes csinálni? Nagyon-nagyon változó. Hát az egy nagyon divat műfaj a reklám, és mindig fiatalok is csinálják, tehát az ember kikopik sajnos ebből a dologból. Én legalábbis azt például hibának látom, mikor ezek a nagy multicégek egy reklámot használnak, mondjuk tévéreklámot beszélni, nyilván Amerikában, Magyarország, mindenhol, tehát egy egységes arculatot hoz, és van, amelyik egyáltalán nem tud átjönni, nem szerintem a magyar vásárlónak, vagy a magyar tévénél. Régen nem így volt különben, régen minden cég, multinacionális cég is megcsinálta a saját nemzeti reklámját, és sajnos az idők során elkopott. Nagyon-nagyon meghúzták a marketing büdzséket, és elkezdték olcsósítani, és ezért van az, hogy most már egy reklámot, és akkor azt az összes országát. Én így csináltam új reklámfilmet, hogy ugyanaz volt a forgatókönyv, és idehozták a stúdióba a szlovák, a cseh, a román színészt, és akkor fölvettünk egy jelenetet, beül a következő másik nyelven, beül, de tényleg így. És ugyanaz a reklámfilm volt, és minden nyelven leforgattuk, és ez így nagyon olcsó volt a megrendelőnek. Igen. Gábor, a műsor elején említettél egy olyan dolgot, hogy általában ezek a nagy filmek többnyire remake filmek. Igen. Van olyan film, amit te újra rendeznél? Casablanca. Tehát például Casablancát rendeznéd újra? Csináljuk meg. Leszek a László László. Azt újra megcsinálni, ami szerintem eredetileg is nagyon-nagyon jó volt, az életveszélyes. Tehát szerintem a Casablanca az minden ízébe tökéletes. És van olyan film, amiben azt mondod, hogy azért ebben több van, ezt tenni jobban meg tudtam volna csinálni, vagy ő, aki csinálta, jobban meg tudta volna csinálni? Ezt majd átgondolom, és a követő. Na, mert hogy egyébként volt egy játék, nem tudom, hogy emlékeztek rá, ugye múltkor mindenki húzott valakit, ugye, és akkor... Már hogy egy nevet. Egy nevet, igen. Hans, neked meg van, hogy te kit húztál? Kit húztál? Geri.
Geri. Geri, te? Én meg Hans. Na, pont egymást. Ez véletlen. Húztátok. Bolha, neked van... három is, de én a Balást húztam, és oltári nagy bajban vagyok. Megmondom, mert én a Balást nagyon kedvelem, és nem tudom elmondani nektek, hogy, vagy zsel tudom mondani, hogy én nem nagyon tudok filmeket, mert nem nagyon nézek filmeket, nem mondhatom, hogy Casablanca, mert akkor mindjárt azt hinni, hogy szerelmes vagyok belőle. Viszont egy filmcímben nagyon nehéz meghatározni valakit. Mert hogy ugye az volt az a játéknak a lényege, hogy egymást filmcímben igen. Meghatározni. Igen. És hogy például, nem tudom, Gábor, te készültél? Én készültem, bár azt gondolom, hogy az lett volna jó, hogyha egy kicsit ilyen Belbecs irányból lehetne jellemezni, de azért bevallom őszintén, az Annát régről ismerem, de felszínesen, és ezért én külcsín alapján tudtam most egy két megoldást, az egyik a Dr. Szöszi, ami különben nem biztos, hogy az lehet, bár nem láttam a filmet, csak gondolom, hogy miről szól, tehát lehet, hogy jó. Meg a másik az a tetovált lány, ez a kettő jutott nekem eszembe. Elég szélsőséges a... Igen. Van ilyen film cím, hogy tetovált lány? És svéd film egyébként. Hát meg lett amerikai is. Lett amerikai is, de azt hiszem az első a svéd volt. Így van. Talán. És az jobb volt. De nincs se keresztapa, semmi ilyesmi jellegű. Hát bármennyire is furcsa, az úgy beugrott. Az úgy beugrott. A Don Corleone, igen, hogy beugrott, hogy hát azért mindennek ura, meg azért, mi volt ez a most a legutóbb, a Brad Pitt-es Tőzsde cápa, vagy mi volt a, nem új, Amerika, mi volt ez a, jó... Volt egyszer egy Hollywood farkasai, az, bocsánat. De hát aztán mondom, az... Leonardo DiCaprio. Igen. Na, ennyire tudom, ennyire ismerem őket, a színészeket. Pont ennyire ismerem őket, hogy... De hát aztán azt miután azt láttam, hát azt mondom, az nem jó, nem, mert a Balázs nem a pénzben utazik. De az mondjuk jó, keresztül. Meg abban a nagy erőt jó. Ja, a Nácska, te neked ki? Na, én a Herendiből készültem, bocsánat, muszáj. Pont így jött ki, hogy egymást. Én készültem, tanár úr, én készültem. Én legelőször arra gondoltam, amikor a Gábor neve volt a cédulán, hogy majd a legnagyobb showment fogom mondani, 2017-es Hugh Grant film, és abban a vonatkozásában gondolnám én ezt a Gáborra, hogy tulajdonképpen mondjuk a Valami Amerikával is olyan színészeket szedtél össze, akik ott egy nagyot tudtak dobbantani. Úgyhogy én kigyűjtöttem azt, hogy a Gábornak megnéztem a Wikipédiáját, ajánlom a nézőknek is, és akkor én azt dátumokra... Ház ki is javította. Dátumokra szedtem azt, hogy a Gábornak mondjuk három ilyen főbb dátumánál milyen Oscar-díjas filmek voltak, és milyen rendező kapott Oscar-díjat akkor, amikor a Gábor éppen megszületett... Távoli összefüggés. De nem tudhatjuk. Hát 1960-ban született a Gábor decemberben, ebben az évben volt a 32. Oscar-gála, és ez volt az az év, amit a Bolha is mondott az elején, amikor tarolt a Ben Hur. Tehát, hogy gyakorlatilag 12 jelölésből 11 Oscar-díjat meg is nyert. A legjobb rendező egyébként William Wyler volt a Ben Hurral, és ő hozzá egyébként a Római Vakáció is hűhető, vagy a Funny Girl. Aztán 84-ben szereztél diplomát a Semmelweis Egyetem orvostudományi karán, ezt írja a Wikipédiád. Amikor az 56. Oscar gála volt, és itt a legjobb film a Becéző szavak volt, és ennek a rendezője James L. Brooks is megkapta. Elképzelem a Gábor rendelés közben becézünk. Ismerős, nagyon. Ez nagyon szép film volt. Mi volt ez? 84. Nem Robert Redford? Nem, szerintem. És nem is. Jó, majd akkor ezt még jó. Utána. Addig kikeressük a becéző szavak. És 1994-ben alapította a Gábor a saját filmgyártó cégét, a Sky Film Stúdiót, amikor a 66. Oscar gála volt. A legtöbb, azaz 7 díjat a Schindler listája nyerte akkor, és Spielberg is megkapta az Oscar díjat. Úgyhogy Gáborra tulajdonképpen akkor a Ben Hur, a Becéző szavak, és hát a Schindler listája
Szívesen. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ó, a legnagyobb haverom. Jack Nicholson. Ez a becéző szavak egy nagyon-nagyon szép, ez a Debra Wingernek nem jutott eszembe, akit imádtam ebbe a filmbe, és úgy olyan, jaj, azt hiszem beteg lett, és vagy nem nagyon játszott aztán semmibe, de ebbe zseniális volt. Jack Nicholson mindig zseniális, ez egy nagyon-nagyon szép és ilyen nagyon szívet melengető film. Balázs, te gondolom, akkor te Bolhával vagy? Én Bolhából. Bolhával gondolkoztam. Egy lakó vagy. Én egy kicsit érdekesen fogtam meg ezt a kérdést, tehát van nekem is filmcímem, de én igazából karakterhez kapcsoltalak. Én az Üvegtigrisből gondoltam, de itt sem egy karakterhez, hanem kettőhöz. Tehát nekem meg vagy egy kicsit a Rudolf Peti féle ez a pikért beleszarom Lali, meg a Revicki féle ez a kis csajozós, kicsit enyhén simlis. Valahogy nekem ez a két figura így egybe, az vagy te. Fú, ezt nagyon köszönöm. Ez mindkettő. Szépen. Hansi, akkor te a Gergő, vagy te Gergő. Kölcsönös húzás volt. Kölcsönös húzás volt itt is. Meghúztátok egymást. Megvan a film? Nekem, meg. Na. Meg újra is kellett nézni. Kamerába mondja. Nekem, melyik kamera? Nekem ugye az, hogy Hans idejött egy másik nyelvi világból, vagy nem is, egy másik világból. Csak nekem rögtön beugrott a eredeti címe az a Lost in Translation, uh-huh. Bill Murray-vel, és szerintem a magyar címe az jó, mert rövid, de nem jó, mert nem hozza ezt az egészet, tehát ez a elveszett jelentés, de lehet, hogy talán jobb lett volna úgy, hogy elveszett fordítás közben, vagy kimaradt fordítás közben, vagy valami ilyesmi. Aztán megnéztem a filmet, mert imádom. Aztán rájöttem, hogy utána, hogy nincs hozzá köze, csak valamiért elindult nekem rögtön, hogy ide jön valaki, és akkor biztos rengeteg olyan helyzete van, hogy őt nem értik meg. Nem csak azért, mert még alacsony a szókincs magyarba, hanem mert egy másik bolygó, tehát Amerikából ide jönni, az egy teljesen másik világ. Tehát nem tudom, hogy neked ez, ugye ott a főhős az, neked az meg Japánban. A megvan. Megvan a film, nem? És van is valami köze az életemhez. Oké, csak. Ez más irányból. De igen, kicsit nagyon... Meg ugye reklámfilmet depressziós is a film egyébként. De olyan annyira, vidáman depressziós, hogyha van ilyen. Arról szól, hogy ez a pasi az elmegy Japánba sokáig, vagy nem tudom, egy hétig, vagy mit tudom én, és nem tud senkivel kommunikálni. Tehát tényleg van egy ekkora szakadék. Őt, és az összes erre gondoltam, között, hogy kivéve az egy lány, aki szintén ott van, egy amerikai lány. Akinek meg egy ugyanilyen szakadék van közben a saját fiújával. És akkor ők ketten tudnak egy kicsit segíteni egymásnak. Fogalmam sincs, hogy miről beszél. Nem, én sem ismerem. Pedig ez már bőven azután volt, hogy már nem lehetett cigizni a moziban. Meg kell nézni ezt a filmet. Tehát én is szintén... Ugyanezt a érettségizik? Annyira fiatal. Hát ha idén, akkor már negyedszer. Igen, neked mi volt a Geri film? Hát egy félig film, félig karakter, én inkább a karakterhez kapcsolódtam, és gondoltam, hogy hát ha te egy karakter lennél, akkor először milyen nemzetiségű lennél, és akkor rájöttem. Ha nem olaszt mondasz, hát, akkor megsértődik. Hát megyek. Amerikai biztos nem. Ausztrál sem, tehát biztos angol, egy igazi angol gentleman lennél, de egy olyan angol gentleman, a csak vigyázz, mert Hugh Grantet ugye az vizes tenyére verné pofán. Akinek a felszíne mögött elég sokat rejlik, és az, sőt, régen rájöttem, hogy pont Budapesten, vagy pont ebben a világban, ahol én élek, én feltételezem, hogy mindig van valaki körülöttem, egy külföldi expat, aki valószínűleg nem az, amit mond. Hát mondjuk, hogy ő azt mondja, hogy író, de kiderül, hogy a CIA-nak dolgozik, vagy ilyesmi. Lebuktam! Nem te, hát, én rólam. Folyamatosan... Gyanakvó vagy a környezetedben, mert... Vannak olyan emberek a környezetemben, akire azt mondom, hogy... Nem ez a filmnek a hatása? Hogy túl sok... Ez lehet, hogy a filmnek a hatása, igaz. De a karakteredhoz visszatérve... Egyáltalán nem érzi. Geri nem az aki. Nem, de egy... De Britnek sem.
Na. De. De. Mit nekik igen, okékos. Szóval a karakter, vagy film, tehát a Kingsman. Colin Firth, Harry Hart. Valami. Az elegancia, a szabosság. Van is olyan, ami nagyon. Szerintem megadja, hogy ugye ő az. Igen. Igen. Figyelj. No, nézd. Ez a film. Nézd. Ez a töki. Töki elegánsban. Hogy régen tudtak egy sztorit mesélni, ami új volt. De most bemész egy moziba, és kb. Az első 10 percben már tudod, hogy fog végezni a film. Oh. És az Európában... Nincs olyan nap alatt? Mondod, hogy... Hát ki még a Marvel filmet? Csak van ez a séma, hogy van egy karakter, és a karakternek van egy íve, és az az ív az mindenhol ugyanaz, és a végén kijön egy happy ending, és lehet már az első 10 perc alatt megtudni, hogy vagy XY vagy Z fog történni a végén. Hát én ezzel meg én azt gondolom, mostanában a filmek, például azért a sorozatok is nagyon, nagyon divatba jöttek, tehát most azért nézitek, biztos mindenkinél sorozatokat. És azért ott sokszor, mit tudom, 4-5 évadnak is le kell telni, mire egyáltalán kialakul, vagy megformálódik az a karakter, vagy az a karakterfejlődést végig tudod követni. Tehát azért az egy másfajta televíziózás, vagy másfajta filmnézés, mint amikor megnézed azt a másfél órás filmet, és ott mindennek abba bele kell, hogy legyen. Nem, szerintem pont ezért szeretik a sorozatokat, tehát az, hogy az emberek egy kicsit most már elkezdték hiányolni ezekbe a filmekbe, hogy egy picit ezek a karakterek jobban ki legyenek bontva, mélyebbre menjen, és a sorozatok megengedik ezt a dolgot, tehát annak lehet egy olyan fajta lassúsága, ami árnyaltabbá teszi a szereplőket, és szerintem ezt nagyon szeretik a nézők, és egyszerűen a játékfilm hossz már nem engedi meg ezeket a dolgokat. Vagy tud fordulni a karakter egy sorozaton belül. Igen, szóval, hogy... Nagyon formálódni. Szerintem tényleg én is elkezdtem szeretni emiatt a sorozatokat. Meg az is, hogy egyszerűen a mennyiség borzasztó. Tehát olyan média zaj van, itt nem is rég beszéltünk erről, hogy olyan tempóba jönnek az újabb és új filmek, hogy ezért egy kicsit így elhomályosítják az előzőt. Azért régen nem volt ennyi film, jobban ki tudott emelkedni, jobb kifutása volt. Tehát ma egy film bekerül a mozikba, 4 hét után már a nyomát nem látod. Igen. Tehát, hogy egyszer nincs is lehetőség. Én annyi filmről lemaradok, amit szerettem volna moziba megnézni, de már nincs idő. Igen. Mert jön a következő, és dobják ki a moziból a filmeket, szóval, hogy ez egy kicsit... De Gábor, ez üzletileg, bocsánat, hogy ilyet kérdezek, hogy ez üzletileg nem rossz egy filmnek? Hogy mondjuk adott esetben nagyon van rossz. 4 hete futni, nagyon pedig rossz. 4 hónap, vagy nem nagyon, tudom. Nagyon rossz. Tehát különösen a magyar filmeknek. mert hogy az amerikai film dől be, és a mozinak kötelezően helyet kell biztosítani neki. Tehát, hogy nekem sok filmem volt, ami még tökre ment volna, és szerették volna moziba megnézni. Csak kipöckölték, mert jött a nagy amerikai film, ami biztos, hogy persze nagyobb bevételt generál. Nem jó, tehát én nem örülök ennek a dolognak, de ez van. Vegy egy mozit. Vegyek egy mozit. Ez a saját filmjeidet csak ott. Hát ilyen egyszerű. De egyébként ugye itt a filmes ajánlások között ugye volt a Tetovált lány, ami eredetileg, ha jól tudom, a svéd film, és nagyon sok spanyol, svéd, dán, lengyel... Bánne a francia filmek, nem? A francia filmek régen is szerintem nagyot arattak, nem? Tehát a francia filmek amúgy is reflektorfényben voltak, de szerintem egy lengyel, vagy egy orosz, vagy egy dán film szerintem nem kapott ekkora nyilvánosságot. Talán most, hogy megjelentek ezek a nem tudom, videó megosztók, vagy nem tudom, hogy hívják, mondjuk egy Netflix, streaming. Vagy egy stream csatornák, hogy kaptak helyet. Örültök ennek? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy kicsit... Viszont egyensúlyozza ezt a helyzetet, nem? Tehát, hogy ez az amerikai... Miért kell megörülnünk? Még egyszer? Miért kell megörülnünk? Nem, hát azért, mert mondjuk hozzájutsz olyan... Könnyebben hozzáférsz ezekhez. Amihez valószínűleg soha nem fértél volna hozzá korábban. Az biztos, hogy nagyon... Ugye azt gondolom, hogy tényleg ott van egy nagy különbség az amerikai meg az európai filmek között, és én is nagyon európai filmpárti vagyok. Uh-huh. És még ott is lehet egy kicsit, tehát az északiak, most én is így mondom, a svéd, dán, norvég filmgyártás isteni, és van egy nagyon-nagyon saját hangjuk, ami meg humoruk, meg mit tudom, tehát hogy ezeknek a nyomában nem érnek ezek az amerikai filmek, és hogy egyszerűen az, hogy az amerikai filmnek annyira fontos teljesítenie, uh-huh. és hogy azért van ma már csak Marvel film, meg nem tudom, ilyen
óriási költségvetésű, nagyon látványos filmek, és itt van szerintem egy nagy szakadék, és látom, hogy ez irányba megy, hogy a mozi megmarad ezeknek a mérhetetlen nagy költségvetésű, nagyon látványos filmeknek, és a streaming szolgáltatók fognak leginkább elmenni a minőségi, az európai filmek. De sorozatban, amerikai sorozatban is van nagyon minőség, meg hát most hülyeség, van amerikai film is, ami nagyon jó, de ilyen nagy általánosságban szerintem ezt így lehet mondani. Örülnek neki, hogy, de szerintem épp nem igaz, hogy az, a minőség irányba mennek, mert pont a Netflix most már híres arra, hogy tulajdonképpen fos produkál. A legtöbb olyan ilyen 10 részes sorozat a Netflixre, már mindenki tudja, hogy ez nem jó. Nem lesz jó, a Netflixnél talán az a probléma, nem, hogy neki nem saját gyártása, hanem ő veszi a... Nem, saját gyártásban vesz is, de saját gyártásban csinálja. Köszönöm. Nagy részét saját gyártásban. Egyszerűen szerintem ez, hogy olyan mennyiségben, tehát most olyan harc van a streaming szolgáltatók között a piacért, és ugye szokták mondani, hogy a Netflix egy nagy lufi egyszer csak ki fog durrani, mert őrült pénzt tol bele. Nem létezik, hogy ilyen mennyiségben csak jó minőségű dolgot tudjon gyártani, és rohan, és versenyzik az idővel, és így van, elvétve vannak. Hát vannak jó sorozatok, de nagyon sok gyenge minőségű van. Így van. És hogyha most a mozit vesszük, már olyan szempontból, hogy a mozi filmeket egyébként nektek, megvan az a film, ami a legnagyobb hatást gyakorolta rátok? Akár nem tudom, Anna említette. Ne velem kezdjünk most már. A horrorfilm a legijesztőbb, vagy a legnyomasztóbb, vagy a legmeglepőbb esetleg. Emlékeztek erre? Moziban? Hát, szerintem minden, az embernek minden korszakában van egy ilyen film. Tehát amikor én elkezdtem moziba járni, akkor ugye, mint általános iskolás koromban, akkor jöttek be a házi buli filmek, Sophie Marceau-val, tehát akkor én szerelmes tudtam lenni Mathieu-be, meg nem tudom ezekbe, és azóta is így nézem. Tehát ha azóta is beteszem otthon a filmet, vagy rákeresek és nézem, akkor ugyanúgy a 14 éves Bárány Anni nézi azt a filmet. Tehát, hogy az akkor nem telt el közben, mint a 34 év. És nyilván minden korszaknak megvan, amikor, mit tudom én, voltak, ugye jött be a Sandra Bullock film, akkor valaki mondta, hogy hasonlítok rá, akkor azt a filmet már azért nézem másképpen. Tehát, hogy így szerintem minden korszaknak van az ember életében, ami meghatározó. Hát, neked van olyan film, amihez viszonyítod a többit? Tehát, amire azt mondod, na ez a jó, és akkor... Minőség? Akár. Hát, gondolom, ha a minőséget keresed, akkor nyilván. Hát, ami szerintem már... Tini korom óta mindig azt mondom, hogy a legkedvenc filmem a Gandhi. Uh-huh. Egy 1984-ben jött ki kb. És a Gandhinak az életéről szól. Gandhi. Ja. És annyira meghatott, hogy itt nem van egy... Nem ez volt a címe, bocsánat, csak azért nem tudtam le. Hogy amit ő tett a nemzetéért, és ahogy sikerült neki egész Indiát megszabadítani. De akkor ezek szerint a Gandhinak a története, vagy a film? Maga a film az olyan méretű film volt, hogy tehát elképesztő volt nekem, hogy ez film, és nem dokumentárfilm. Aha. Úgy Gábor, neked mi az, ami meghatározta a filmes életet, hogy említetted a kezdetben a Pál utcai fiúkat, nyilván ott volt a forgatáson. Igen, hát az úgy más jelleggel érint meg egy ilyen film. Éve. Nem tudom, én így inkább egy kicsit ilyen rendező párti vagyok, és akkor így nagyon szeretem, két nagy kedvencem van, a Tarantino meg az Iñárritu, nekik így minden filmjét nagyon-nagyon szeretem, meg azt a világot, amit nem is nagyon áll távol egymástól a kettő. Meg hát én nagyon szeretem tényleg ezeket az európai, meg az északi filmek, hát azok teljesen oda tudok lenni, annyira jók ezek a norvég és dán filmek, hogy szinte nincs köztük rossz. És azt a humort nagyon imádom. Nem, sok filmet szeretek, nem is mernék így kiemelni, hogy most melyik az, amely nagyon hatással volt rám. Balázs, neked? Hát
Én valószínűleg a commerce fogyasztó vagyok, de nekem egyébként egy ilyen gyerekkori élmény, amire én nagyon megvan, amikor megnéztem a moziba, ez a Vissza a jövőbe. Mindenki látta nyilván. És nekem az akkor annyira tetszett, nyilván az, hogy egy teljesen valószínűtlen sztori volt, de mégis ki volt találva ez az egész, hogy ők ott utazgattak az időben, meg képbe, meg hát én akkor ilyen hány éves lettem, 85-ben utatták talán be, ugye? Igen. Hát valami 86 voltam, 14-15 éves lettem, és nekem az akkori koromban, meg hát akkor nagyon foglalkoztatott ez az időutazás, meg hogy van ez, meg létezik, baromira tetszett, és mai napig, ha véletlenül a tévében van, vagy mit tudom én, csak úgy én meg akarom nézni, újra és újra tudom élni még azokat a kis pillanatokat, amiket akkor gyerekkoromban. Gergő? Hát nem, filózok rajta mindig, hogy vagy a halálos iramban 6 vagy a 7. Mert ugye az egyik az dolgozta föl, hogy a nitró anyag görbíteni az alvázon, a másik egy picit a portorikói véletlenül ülni egymás mellett. A mélységeit válk át, de majd kifilózom. Majd azért a lapodat ilyen, azért közé tesszük, majd hogy mit rajzolgattál itt a műsor alatt. Mindent fölírtam. Szerintem nincsen ilyen, tehát tényleg, hogy komolyan az embernek vannak korszakai, és akkor akár ugyanaz a film is mást mondhat neked. Tehát az, ami kedvenc volt, érdekes, hogy mondtad a Vissza a jövőbe, az nekem kiskori filmélmény, és németül, mert még osztrák tévén, így van, tehát osztrák tévén ott láttuk, aztán láttam magyarul. És meglepődtél, hogy... Hát érteni értettük, de mégis más, tehát annyira más tudom. Magyar szinkronok, de egy nagyon jó plusz, tehát nagyon hozzá tudnak tenni a filmet. Magyar szinkronok, és utána, amikor megnézed ezt 5-6 év múlva, akkor annyira mást mond, de most ez egy populáris műfaj. De azért mondom, hogy inkább a commerce-ebb dolgok az első élmények, legalábbis én azt gondolom, hogy azért egy gyermekkorban még nem annyira tudod értékelni a nagy mondani valójú filmeket, mert nem feltétlenül érted meg. Viszont ahol van egy látvány, van egy jó sztori, amit azért be tud fogadni az agyad, azokra szívesen visszaemlékszem felnőtt korodat. De rengeteg olyan film élményem van, hogy így percekig, aztán pedig napokig kattogok rajta. És tudod, újra-újra rakom össze, hogy hú, ez mi volt, vagy valami. Tehát nem tudnék kiemelni egyet. Valamiért, meg összehasonlíthatatlan. Uh-huh. Bola, neked akkor a Casablanca? Csalhatatlanul, de pontosan egyetértek veled, mert tényleg így van, hogy most én nekem közben úgy röpködtek, ahogy mondogattátok, és például a dán filmekről én az Olsen bandáját nem tudom hányszor meg. Az szenzációs hát, az a humor tényleg az valami őrületesen jó, nem ezt szélve, ahogy hívják, Brian élete, meg gyaloggalop, tehát ezeket kívülről tudom. Viszont úgy gondolom, hogy ami olyan tényleg olyan hatás, és ráadásul ez a korom miatt, és azért volt számomra ez úgy döbbenet, maga a film, mert annyira más volt, mint amiben én fölnőttem, a rendszer egyáltalán, és volt a szelíd motorosok. És hogy az annyira legenda maradt, és ráadásul Jack Nicholson játszott benne, meglepődtem, mikor tényleg talán első filmjei között volt, ő volt az az ügyvéd, akit halálra vertek a filmben. Na és a lényeg az, hogy az úgy olyan kontraszt volt az életünk, meg a film között, hogy nem is értettem, hogy engedték ezt itt vetíteni annak idején, és az nagyon hatott rám. Bár volt még Eperésvér, meg Zabriskie Point, ezek mind olyan filmek voltak, ami hatalmas nagy kontraszt volt az életünk, meg a filmben látottak között. Bocs, egy pillanatra vissza lehet csatolni a streamingre, meg... Nem. Ez egy YouTube-os csatorna, bármit akkor meg kell. Akkor kiállj, figyelj! Nincsen egy elvárások. Egy kamerában mondjam. Hármas. Hogy biztos a streaming, tehát biztos a platform hibás azért, hogy milyen nívójú tartalom kerül rá. Mert ezekben a minisorozatokban, vagy utána a több évadot megélt, lehet, hogy minisorozatnak indult, csak rájöttek, hogy annyira sikeres. Tehát, mint tudom én teljesen leragadtam a Peaky Blinders sorozatnál, és alig várom, hogy folytatódjon, ami szerintem egy kultikus valami. Biztosan meg lehetne csinálni egy 2,5 órás nagymoziba is, de vannak olyan mellényúlások, mint az állat, ami nem tudom, hogy
nem is tudom, hogy kinek szól, de hogy azért szerintem nem a platform a hibás. Most mondanál egy olyan címet, amit nem tudsz, és én mondanám, hogy én azt nézem. Ja, igen, lehet, igen. De van ilyen konkrét, hogy melyik, mi az, ami mellé nyúlás volt szerintem? Tényleg nem tudok ilyet mondani, de van az, hogy 20 perc után abba hagyom, hogy úristen, nem tudom, miről szól. Uh-huh. Tehát, hogy ez hova fut ki ez az egész. Nem másikról meg le nem se a tudok. Platform a hibás, hanem az, hogy most van egy új platform, ez a streaming, és akkor mindig minden nagy vállalatnak kötelező ebbe beleinvestálni, hogy nekünk is kell egy platform. Tehát van Netflix, és van Apple, és van Paramount Plus, és van Disney, és mindenki próbálkozik abban valamit újat csinálni, és közben elfogy a stúdiónak a stúdiók, de nincsen stúdió, ami már nem kibérelték már 5 év előre. Igen, nem picit régen mindig minden jobb volt, Dumát színezzük át. Tehát amikor új volt a mozi, mint platform. Nagyon sokat egyszerre gyártani, és egyszerűen nem lehet minőséget gyártani ennyi mennyiségben. Én nekem a minőséggel kapcsolatban egyébként azt akartam kérdezni, Gábor, hogyha megengeded ezt a kérdést, hogy nézem a sorozatot, meg nézek mondjuk egy mozifilmet, és én nem annyira hozzáértőként, sőt egyetlen vagyok hozzáértő, hogy nem látom azt az óriási nagy különbséget képminőségben, rendezésben vagy bármiben a sorozat és a nagy mozi között. Tehát, hogy hát miközben egy sorozat, nem tudom, 8-10-50 részes, és hogy... Hát ez a nagy változás, ugye, hogy egyszerűen anyagilag már olyan szinten vannak a sorozatok, hogy a játékfények, tehát hogy a közönség ezt valahogy úgy kierőszakolta, hogy a sorozatok szinte játékfilmes minőségben vannak, tehát hogy igen, ugyanolyan pénzeket költenek rá, ugyanolyan nagy szettek vannak, tehát azért régen a tévéfilm meg a játékfilm az nagyon elkülönült. Igen. A tévéfilm az mindig a szűkebbeket mutatott, kisebb díszlet, stb. Ez teljesen megszűnt, tehát abból is lehet látszik ez, hogy a A kategóriás nagy sztárok, filmszínészek nem szerepeltek tévéfilmben. De most már minden további nélkül. Tehát nagyon-nagyon átalakult a világ ilyen szempontból, és ki kell szolgálni ezt az igényt, és elképesztő pénzekbe kerülnek különbe ezek a sorozatok, tényleg. A nagyságrendben egyébként azt tudod, hogy így mondjuk egy hányad része a magyar költségvetés egy külföldinek? Tehát ilyen nagyon sok, nagyon nagy a differencia? Nagyon. Hát ugye, hogy... 50-szeres, 100-szeres. Erről miközben Lencser... az elvárás gondolom meg ugyanaz, mi? Hát igen. Erről Lencser volt, de vagy igaz, vagy nem, és emlékeztek a Jackalnak volt a Thriller című klipje. Volt egy hosszú változat, egy ilyen valami 9-10 perces, és az a legenda ment, hogy annak a klipnek a forgatási költsége pont megegyezett az évi hazai film forgatási költségekkel. Vajon mit tudnának ők ilyen háttérrel? De most ebből, hogy fogsz átkötni a Casablanca-t? Casablanca! A főszereplő a Blanka és Kassa. Hát nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, Gábor, neked külön nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, egy filmes tematikájú beszélgetés. Jól éreztem magam. Ennek nagyon örülünk. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, hétfő. Tudod, ja, igen.